Na, sziasztok srácok, Lenki Black vagyok, és most látjátok, Steve Skinem van. Nem is véletlenül, mert ez nem egy akármilyen videó lesz. Ebben a videóban úgy fogunk Minecraftozni, hogy csalni fogunk. Úgyhogy srácok, lányok, töltsetek velem! Szeretnél te is menő cuccokat? Blackes, pólók, pulcsik, bögrék és még sok minden más a Trollshop.com. Link a leírásban. Úgyhogy srácok, lányok, nem más fogunk csinálni ténylegesen, mint csalni fogunk és úgy fogunk játszani. Tehát a Ctrl gomb lenyomásával tudjuk a csalásokat beállítani, és elsőleg leszögezem, hogy azért vagyok Steve, mert ez a hacker kliens ez egy kicsit megbarbrálta a Minecraftomat, úgyhogy nézzétek el nekem. És a második dolog, hogy ténylegesen Minecraft szervereken ne csaljatok, mert teljesen felesleges, elrontjátok vele más játékosoknak a játékélményét. Én is csak érdekességképpen mutatom nektek, hogy hát, hogyha felkelti a figyelmeteket, és tetszeni fog nektek a videó. Úgyhogy srácok, lányok, kezdjük is a videót. Na, tulajdonképpen a Ctrl gombot itt lenyomjuk, itt láttunk egy csomó dolgot. Combat render itt ilyen külön csoportokra szedi a hackeket. Na most én rámegyek most ide a Word-re. Most a Word-öt lenyitom. Itt van egy ilyen click nuker. Nuke selected blocks by clicking them. Ezt be is pipálom. Jó. A nukert azt nem kapcsoljuk be. Megmutatok nektek egy-két csalás most. Elsősorban legyen ez a click nuker. Ez annyit tesz, hogy ahova ütünk, az tulajdonképpen kiüti autó. Mi ütött meg? Vagy nem. Hát úgy néz ki, hogy ez nem nagyon... De így random ugrok egyet! Van itt fun menüpont, ott ilyen vicces dolgok vannak, hogy például ez. Hát... Ja, ezt én nem látom, csak kívülről a játékosok. Annyi a lényeg, hogy össze-vissza forgolódik a fejet. Verk. Hát csak úristen. Na jó, ezt kikapcsoljuk. Headless. Ezt gondolom ez valami fejbólogatós, ugyanúgy nem látom saját magamon. Na jó, akkor próbáljuk ki a sima nukert. De ezek szerintem itt nem működnek, ha jól emlékszem. Így van. Pathfinder, timer, na jó. Oké, okay. Akkor ezt a menüpontot itt kiszedtük, tehát ebbe semmi érdekes nincs, ebbe sincs. Jöhet a következő menüpont, ez a player menüpont. Itt találhatóak újból érdekességek, itt van egy ilyen autosteal, ez annyi, hogy bemész a ládába, leveszi az összes cuccot, berakja a... inventory-tba, auto eat, hogyha éhes vagy automatikusan eszik, ezt amúgy érdemes. Fast break! Na! Gyorsan fogunk tudni kiszedni blokkokat elméletileg. Nem! Nem, ez sem működik. Tehát, sok dolog nem működik. Na itt van egy érdekes dolog, itt a freakem. Ilyenkor kimozdulunk a játékosunkból, tehát ott állunk, de közben körbe tudunk nézni a pályán. Szó szerint úgyis, hogyha... De ezek a dolgok nem történnek meg, amiket most csinálunk. Szó szerint minden. És ilyenkor elméletileg működik amúgy ez is. Ez. Nem működik. Mindegy. Lényegtelen, ilyenkor ki tudunk mozdulni a testünkből, akár repülni is tudunk, tök lényegtelen. Ez mondjuk egy előnyös dolog, hogyha mondjuk egy szerverről akarsz csinálni egy ilyen promó videót, és akkor például nincsen flyod, ezzel feljössz, és akkor így szépen tudsz csinálni egy ilyen videót. Úgyhogy tulajdonképpen ott állsz eredetileg, szóval ez ilyen tök érdekes szerintem. Szálljunk vissza, és kapcsoljuk ki inkább. Na, van egy ilyen, hogy regenerate faster, ezt is bepipáljuk. No break delay. Disables the delay between block breaking. Hát, nem nagyon kapcsolja ki. No break delay, invalk, auto. Na, én X-ray vagyok, jaj. Meg a killaurára. Killaurát az be is kapcsoljuk, rotation speed, mindent. Figyeljétek, ha neki menjünk egy mobnak, az úgy szét fog hullani, hogy az nagyon durva. Szerezünk egy fát. Szerezünk fát. Ott mobok vannak. Valamiért nem akarok most a mobok közelébe menni, mert akkor egyből letámadnak. Vagy én támadnám le őket egyből, és így addig soroznám őket, amíg meg nem halnak. Úgyhogy szerintem kiszedjük ezt a szép kis fát. Gondoljatok bele így legyőzni az Ender Dragont, vagy bármilyen nehéz mobot, azért nem valami nehéz. De mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok. Na, kiszedjük. Jó, és akkor mondjuk csináljunk egy kőkardot. Why not? Jó, azt csinálunk egy kőkardot, egyébként szerintem mindjárt
este lesz Minecrafton belül, és akkor jönnek a mobok is, és akkor még jobban ki tudjuk próbálni. De így szépen kiütünk 3 darab cobblestone, meg elmegyünk még bányászni is egyébként, megmutatom nektek az X-rayt. Na, jó, és akkor ezt így... Ja, nem csákányt akarunk csinálni. Jó. Mondjuk a crafting table-t elviszem magammal, mert mire. Jó. Oké. Okay. Na, menjünk el akkor. Lássuk. Lássuk, hogy milyen hamar szedem. Igen, első. Ja, látjátok, hogy ezt nem én csinálom, automatikusan eszik. Láttátok, hogy ahogy éhes lettem így automatikusan, hogyha van nálunk. Bármerre nézek tulajdonképpen, azt nézzétek mekkora láva folyás és víz folyás van. Neki automatikusan megette fél. Még ez nem jó, mert elpazarolja a kajánkat, ugye nincs sok. Ah, megölte egyből. Na jó. Amúgy csináljunk egy estét. Time set my nigger hut. Vagy nincsen izé, bekapcsolva a cheatek? Mondjuk az lehet. Ó, mindegy. Mindegy, akkor ki kell várnunk az éjszakát. Legyetek automatikusan eszek, minden. Na, oké, akkor próbáljunk több dolgot is. Hát, hogyha van valami érdekes egyébként. Látjátok, hogy a chat is máshogy néz ki. Tehát a chat is máshogy néz ki, meg a betűk is, csak most ki van kapcsolva a chat. Textradar, Array list. Ja igen, itt van egy aimbot, autoit, autosteel, ez ilyen egy csoportot szedi a ilyen jó dolgokat. Gondolom ezeket nem lehet. Na mindegy. Info. Hát az nem kell nekünk. Textradar, radar. Na, radar. Ó, itt mutatja nekünk a mobokat, meg sok különböző dolgot. Other mods. Na lássuk, hogy milyen dolgok vannak benne. Anti-AFK, anti-spam. Fake hacker. Pánik, turn off all mode. Hogyha jön egy admin vagy egy stopi gyorsan, puff, pánik, és akkor kikapcsolja az összeset. Settings, aimbot range. Hát én fullra szedek mindent, ezt figyeljétek. Tehát, hogy én itt nem lacapacázok, én itt izé. Nagyon kemény leszek. Attack players, mobs, mindent. Már mindjárt esteledik is, és akkor ki is próbálom. Automine, persze. Autoswim, autotool, hogyne. Már csak a izét kéne megkeressük. Armor, ESP, anti-hutken. Ja, hogy nem rászkódsz, amikor megütnek, ez egy jó dolog, hogyha jól tudom. Keep fire, show all case, tehát megmutatja az összes bányát, oké, mindjárt megnézzük, hogy ez hogy néz ki. Megmutatja az összes ládát, ez a chest ESP, és akkor ezáltal így meg tudjuk találni a dungeon-öket is akár. Mondjuk lehet, nem kellett volna ilyen nagyra állítani ezt a aim cuccot. Na mindegy. Name tags, mob ESP, drops a box. Igen, a mobokat majd így látjuk. Hú, már látjuk a mobokat így át a falon, meg minden. Itt a V-házdán kicsi égóba. Kell az X-ray is, persze kell az X-ray is. Wallhack, hát az nem kell. Projectiles, persze az is kell. Még mi kell? No overlay, disables water and fire overlays. Persze, nem mutatja majd, hogyha lángolunk, meg semmi, meg hogyha vízbe vagyunk. Item ESP, tudjátok mit? Amúgy nem tudom, de én igazából mindent bekapcsoltam. És akkor gyerünk. Már egyben nem is tudok másfele nézni, csak a bárány fele. Atya úristen. Na jó. Ott van még valaki? Ráadásul az a föld alatt van, vagy mi az? Azt figyeljétek, látom a nevüket a dörtnek. Na jó, figyeljétek, én ezt kikapcsolom, mert ez nagyon-nagyon zavaró. Hol van? Combat. Aimbot, aim, auto attack. Most ezekre most nincs szükség. Mondjuk a kritikászat még egy jó dolog. Reach, hát most nem kell. Hát meg a kill aura se kéne. Na, most jók vagyunk. Azt az X-et. Na! Mivel tudom kikapcsolni? Hol az X-ray? Hol az X-ray? Hol volt? Itt volt. Na! Királyság! És most látunk mindent szó szerint. Azta! Valami nekem nagyon furcsa. Wow, na jó, akkor menjünk le valamihez, ami így érdekes. Ott egy láda, látjátok azt a narancssárgát, ami ott a hűd alatt van? Most nem látom a fákat? Konkrétan nem látom a fákat! Most vettem észre, hogy milyen furcsa, nem látom a fákat, de így... Miért? Jaj, látom a bányákat, mert bekapcsoltam. Aha, azt figyeljétek, milyen bányarendszer van ott lent. Azt figyeljétek, ó, itt egy blöki. Szevasz, egy kicsit dagosan látok, sorry. Na jó, menjünk le az egyik bányához. Oké.
Melyik néz ki a legjobban? Így simán meg tudjuk találni, hogy hol van az end kapu, vagy bármi. Na jó. Aha, itt egy fa van. Aha, köszönjük. Automatikusan eszik. Oké. Okay. Jó, a fán átvergődjük magunkat. Na mondjuk ide lemegyünk. Itt ez a bánya, ez nekem pont tetszik. Ez hát, ha jó lesz. Na lássuk. Ó, már hallom is a dolgokat. Jaj! Belénkedt egy zombi. Jaj! Na, amúgy automatikusan bányászik, úgyhogy én hozzá se érek egyébként. Mikor kivitt egyet, akkor ugrik. Miért vált át? Átváltott a kúsra! Mi a fene? Na jó, hol van ez az automine? Automine, autosword. Hát nem kell nekünk ez az automine, mert ez konkrétan hússal üt, és ez nekünk nem jó. Elkezdett nekünk hússal ütni. Amikor kiütünk valamit, akkor így ugrunk egyet. Ja, hogy ez az autó itt, hogy visszahozza nekünk a kaját, hogy egy... Na jó, ezt is kikapcsoljuk, ez is zavaró. Menjünk le a bányához. Ez az X-ray esküszöm a legdurvább, mert komolyan nem ilyen furcsán látod a dolgokat, hanem kajakra látod lent, hogy tényleg ott a bánya, és ez nagyon királyú néz ki. Nem, szerintem le fogunk esni. Igen, jól gondoltam. Ott egy creeper. Nem szabad. Menjél hazafele. Milyen fordított fejű creeper vagy te? Oké. Na. Amúgy ezáltal nem látom az érceket. Képfájdert kikapcsoljuk. Hol van a kép... De renderben van valahol, azt tudom. Lássuk, itt volt. Jó, és akkor most bekapcsoljuk csak is az X-ray-t. Tehát most csak az X-ray-t fogjuk bekapcsolni. Jó. Hú-hú! Öcsém! Na hát, miért nem így csináltam eddig? Na lássuk. Jó, lerakjuk ezt. Oké, és akkor csinálunk belőle egy kőcsákányt. Jó, rendítsek. És akkor ezt kiütjük. Nem kiütjük. Írjátok le, srácok, lányok, hogyha nektek nagyon-nagyon tetszett, és tényleg érdekesnek találtátok. Kiütünk egy vasat is. Hát mondjuk 3 darab vas. De így nem tudom. Tehát így látjátok, hogy itt van az összes ért, szó szerint. Szó szerint ott a gyémánt. Mondjuk lemegyünk ahhoz a gyémánthoz, hogy megmutassam nektek, hogy nem csalás, nem ámítás. Lemegyünk a gyémánthoz. Nem tudom, miért ugrik egyet, amikor jön egy item. Látjátok, milyen közel van a gyémánt ahhoz képest, hogy egy szakadékba vagyunk amúgy. Mondjuk közel vagyunk a bedrock szinthez, úgyhogy nem tudom, miről beszélek. De lássuk. Lássuk, ott az a gyémánt, az tényleg ott van vajon? Vagy csak csalás? Na lássuk. Kikapcsoljuk az X-ray-t. És tadá! Itt a friss gyémánt, itt a friss gyémánt. Úgyhogy srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Én Black voltam, most ebbe a Steve skinbe fogok elköszönni tőletek. Hogyha tetszett, ne felejtsetek el dobni egy óriási lájkot, és írjátok le a komment szekcióba, hogy legyen-e folytatás. Tehát mindenféleképpen, hogyha szeretnétek folytatást, azt jelezzétek nekem egy like és egy komment formájában, mert csak így tudom eldönteni, hogy érdemes-e folytatni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, itt ottatok velem, iratkozzatok fel, nyomjatok meg a csengőt, dobjatok egy lájkot és írjatok egy kommentet. Úgyhogy, srácok, lányok, köszönöm, hogy itt ottatok velem. Sziasztok!